Elkezdődött a Vertex és a Gerson Panzer is működése. Ugye meg lehet venni a három különleges prémium tankot külön-külön, vagy pedig egyben egy nagy csomagként 12% kedvezmény mellett. Nagyon fontos, hogy külön játékbeli event ezzel kapcsolatban nincs. Tehát nincsen semmiféle betölpesz kihívás, stb. Ezeket most vagy megveszed, vagy nem veszed meg, nincsenek lootboxok, nincsen semmi, csak sima mezei tankok a prémium boltban. A PZ4 Jankóval kapcsolatban nem tervezek külön felvételt készíteni, ha van rá igény, akkor jelezzétek, de szerintem évekkel ezelőtt ez a tank már bejött, aki kíváncsi volt rá, megtintette a felvételeket vele. Ha mégis érdekel benneteket egy új, nem tudom, bemutató videó a PZ4 Jankóval kapcsolatban, akkor majd szóljatok nekem. Szóval én azt gondolom, hogy ha már ez a tank megvan, akkor érdemesebb külön-külön megvásárolni a csomagot, 5000 forintot spóroltak rajta. Az az igazság, hogy persze jól jönnek a bónuszfületések, a garázshely, a pluszlegénység, a festés. Az a baj, hogy a korábban neked már megvolt a PZ4 Jankó, akkor csupán 1750 arany a kompenzáció, szerintem elképesztően kevés. Tehát nem gondolom, hogy egyben ez megéri. Maximum akkor, ha kell mind a három csomag, de aki korábban már az Jankót beszerezte bármilyen úton, szerintem annak jobban megérne külön-külön megvásárolni. Szóval ebben a felvételben ugye én a BT42-t fogom majd tesztelgetni, szóval lecsapunk erre az ajánlatra. És akkor íme a BT42. Nagyon fontos, hogy alapból ezzel az anime legénység kapjátok meg. Maga a legénység 300%-os legénységi képesség rendelkezik, a negyedik az 0%-on van. Szóval érdemes eltolni valamit, csak hogy az első tábban is ugye ez a legénységi százalék aktív legyen. Ezen kívül patintottunk rá optikát, törti gyorsítást, V-stabot, ugye direktívából megoldjuk az átszázás kérdését. Van hozzá három lövedéktípus, a sima kumulatív, ami szerintem felejtős, egyszerűen kisebb a penértéke, olcsó, de igazából ez az előnye. Ezen kívül nyilván a kumulatív prém verzió az, ami elsősorban megéri a tankkal, nem száll gyorsabban, de magasabb a penértéke, és ez a tankkal szeretnél penetrálni, ugye. Ezen kívül belepartintottunk húzabrapasztrom borút, ami nyilván az igazán papírtankokkal szemben fog jól jönni. Jó, veselkedjünk neki, lássuk attól, mire képes. Amit talán kiemelnék visszatérve a csomagokra, hogy ugye a csomagok adnak 3x25 ötszörös XP szorzó küldetést, tehát ha valaki esetleg a későbbiekben tervezi grindolni valamelyik tankágat vagy filmodolni akar, neki megérheti a nagy csomag, ugye nekem minden tank ki van fejlesztve, nagyjából a filmodok megvannak, tehát nekem ez nem annyira fontos, de talán ez még szempont lehet. A síván valóan első körben elnézünk jobb oldalra, majd megnézzük, hogy dühöngőbe milyen szinten lehet bemenni, de arra gondoltam, hogy első körben megnézzük, hogy mire megyünk jobb oldalt. Arra játszunk, hogy feltehetően rengeteg tank fog sniperkedni, és hát persze, hogy ezek a tankok nem rendelkeznek kimondottan nagy látótávolsággal, ugye az optika miatt milyen szempontból hatalmas előnyben vagyunk a többiekhez képest, szóval az elején szeretnék spottolni egy keveset. Mi a T-34-esünk alapból beállt ebbe a tipikus sniper pozícióba, a párt elönteni ebben a helyzetben nem egy jó megoldás, nem egy bölcs döntés, de ő így döntött. Az első spotunk meg is van, élvezzük azt, hogy a többiek feltehetően ugye nem látnak odáig, talán a későbbiekben ugye a sarkon lévőkbe kapok majd némi asszisztot. Ézinét én spottoltam be, 34 szintén én spottoltam be, egy gigantikus 97 assziszt. Hát, kicsi az alfa. Track és más semmi. A tank egyébként elképesztően lassan mozog. Ettől a brutálisan lassú a tank. Egy könnyű tankhoz képest abszolút. Viszont felmegyünk a T-50-ért. El az útból T-34-as. A RAM 2 beszpottolva. Na, low boy, low! Vissza a garázsba. Azt figyeljétek, toronyforgás és sebesség. Lehet, hogy jobban megéri a vésnap helyett egy forgási narnika. Hát, lehet. Amúgy eddig jók vagyunk. Mindjárt meglássuk, hogy a PZ3K-val kapcsolatban tudunk-e valamit alkotni.
annyira nagy alfás TD-kkel nem rendelkezik az ellenfél, szóval Chao. Amúgy ez így ebben a formában így van. Középen tudunk támadni vajon egyet. Majd mirjátok meg egyébként hozzászólásban, hogy gámmárkoljuk a BT-42-t, van-e erre igény? Ha igen, akkor meglesetjük. Most nyilván a T-14 az nekünk felejtős, viszont az a M10 BFM papírtank őt el lehet lőni. Okay. Az LC szerintem a közelemben lehet valahol. Szerintem az LC a közelben van. Amúgy én valahova ide tippelném erre a területre az LC-t, tehát így valahova erre a területre. Mi lenne? Én hatán megérzést a gyönyű tankunkra. Elnéznék erre felé. Hát, ha megtalálom az LC-t. Repassz rombolóval, papírform alapján egy lövéssel lőhetjük. Ha meg nem találjuk meg, akkor egyszerűen megyünk tovább a T-14-et, meg az M10-el BFM-ért. Átváltunk hírlövedékre. Kapta holt. Nem gond, majd a többiek megoldják az M10-el BFM-et. Aha, a bázison kemper az ember. Easy assist, 10 life. Hát igen, őt nem tudjuk rátalálni. Ezen a ponton mindenképpen kell a hírfa a többiek részéről. El kell menni az LC-ért. Ja, az LC, mint ötös könnyű tank, elképesztően király bankával rendelkezik. Egy ilyen sniper, könnyű tank, TD hibrid. Azon gondolkozom, hogy egy rombolás, meg egy repeszpen problémákat megoldaná vele kapcsolatban. Aha. Ott is van, hátulról análisan rát rájuk. Oh boy. Három gammárkos volt, ha jól láttam. Az tank fan. Nagyon sokan vártátok a BT-42-t. Én először egyébként a szovjeteknél kerestem, de valójában ez egy német könnyű tank. Ez így első csatának eléggé fan volt. Tankász, szorzó. A szorzóra olyan sokra nem megyek. Be is kapcsolom a legénység gyorsítást. Ugye 5-ös tierben nincsen még field mod. 6 lövés, 6 találat, ebből penetráltunk 5 alkalommal. Jó, megmutatom nektek egyébként, hogy hol peneltek be bennünket, ami nem számít, igazából egy papírtankról beszélünk. Ugye a T-50 megszórt, M10-er BFM papírtank, bárhol bárki penelni fogja. Ugye oldalról, T-50, hátulról, PZ-3, M10-er BFM szemből, kicsivel ugye a lánszalap fölött. Kicsivel lentebb találom el Lofosortit, a lánszalap benyelte volna a lövésemet. Ugye az a játszik megrapászra a murulóba peneltük. Igen, mennyi a profit? 73 000, bár szerintem ez a napi küldetéssel együtt ennyi. Gyorsan ránézek. Aha, napi missionnel együtt 50 000. Hát enélkül 23 000 profit. De most nyilván erre rájött még ugye a személyes tartalék, a clan bónusz, platoon bónusz, ha valaki esetleg szakaszban akarja játszani a tankot. Oh. GG well played. Jó. Szóval ő egy 3 gammárkos ember volt. Nagyon sokat játszott szerintem az LC-vel. Gyorsan ránézek a statjára. Hát igen, 5700 csata. Nyilván ilyen giga, tankász, elit minden. És 3 gammárkos volt az LC-je. Hát ő egy tipikus ilyen könnyű tank játékos, vagy könnyű tank fan rajongó. Hát ugye... Neked például ez a tank bejön majd, szerintem. Na jó, veressünk még egyet. Hát amúgy lehet, hogy legyen elmárkolni a BT-42-t. Annyi, hogy a mai napon nem lesz élőadás, ugye péntektől visszatérek.
Fun, élvezetes mindenféleképpen. Hozzá kell tenni, hogy meg kell néznem még valamit. Tudom, hogy kicsit sokáig tart a matchmaking, hogy megtalálja ugye az ellenfeleket. 25%-os a tank átszázási értéke. Nem tudunk váltani felszerelést, de szerintem ez egy általánosan jól működő felszerelés kombináció. Viszont 25%-os átszázási érték szerintem eléggé kevés. Elvileg hetes tankokkal találkozhat a BT42 legrosszabb esetben, azok még nem rendelkeznek CVS-szel, tehát a 25% az egyébként arra, hogy megpróbálj passzív spotterkedni, a legtöbb esetben elegendő. Ha az ellenfélnél van ugye LC Eva, vagyis AMX LC Bis, ugye 5-ös könnyű tank, mint az ellenfélnél ugye a legvégén, amit kivégeztünk, vagy van 12T, vagy van 1375, esetleg még ugye a brit könnyű tankok, azokkal szemben nem biztos, hogy a passzív spotterkedni érdemes. Ahogy az első csatában érzékeltem, ez a PT42 inkább szól arról, hogy sebez, mint sem ugye spotterkedj. Alapból nagyon kevés igazából a nagy alfás tank, talán Tier 7-ben ott van a Su 152, ami valamilyen szinten ugye számottevő lehet. Amúgy meg nincsenek olyan elképesztő alfával rendelkező tankok, akiknek a csatadáin megéri igazából deríteni. Hanem ez a tank inkább arról szól, hogy mindenféleképpen a csata vége fele vesd be. Tehát a csata vége fele, mikor mondjuk van mozgástered, akkor bevesd és igazából ilyen gerilla haverség szintjén támad be az ellenfeleidet. Na, ott van nekünk a kettő BT42 platumban. Az elején ugye biztos, hogy nem célszerű befutni, de megpróbálkozunk egy passzív bokrozással, hát ha az ellenféltől egy-két tank be akar futni középen, azokat pedig tudjuk majd a passzív bokorból deríteni a csata első percében. Szóval ja, egy agresszív spot pozíció az elején. Amúgy pedig nem rendelkezik az a könnyű tank, könnyű tank mozgékonysággal, ami azt illeti, tehát ez az 55 km per óra eléggé kevésnek érződik. Szóval egy gyors, előretolt passzív spotter pozíció, megnézzük, hogy mennyire működik. Szinte még ez belefér, ez a bokor. Ellenfél, hogy az AMD megérkezett. 12T szintén passzívoskodik. KV bespottolva. KV2 szintén spottolva. Arra van még némi esély, hogy esetleg itt van elfelé valamilyen camper T, de azt mondjuk ugye lespottolhassuk. És amúgy pont emiatt nem éri meg annyira befutni középen, ennyi egy terület, nincs semmi fedezék. Lehet, hogy a Wargaming ide pattinthatna néhány sziklát, házat, épületet, akármit, ami ugye nem biztonságot nyújt. A lövedék lassan száll, ugye kevesebb, mint 400 méter per szek. Szóval, ha csak az ellenséges talán nem áll egy helyben, szinte nem tud célszerű ugye sznájpolgatni ezzel a BT42-vel. Alapból kevés a penérték, mégis ugye, hogy prémlőszerrel játszunk. 120 mm-es penérték az inkább oldalról, hátulról lett effektív. És ugye a papír, tehát ugye a BT42 ellenszere a saját írjében, hogy pont a BT42. Talán még ha találkozol egy hetszerrel, az ilyen tank ugye közben szólhatnak. Szóval ez a tank, ezt a berohansz középre is ilyen gigacsin módjára harcol, ez a taktika nem túl effektív. Nyilván ez teljesen más, valaki szakaszban játszik, bementek több ilyen BT42-vel, lehetséges, hogy ez a taktika működőképesebb lehet ugye, tehát hárman valamilyen szinten lehetnek agresszívabban, de alapvetően szerintem ez a tankkal megéri a csata első percében kissé defenzívebben hozzáállni a kérdéshez. Nem ugye egyszerűen kevés az információnk az ellenfél pozíciójáról. Nem viszont azon gondolkozom, hogy ennek a T-67-nek talán beköszönhetnék. Még ha egyszer is lő bennünket, akkor is igazából jobban megéri nekünk őt benne, mint neki bennünket. Innentől kissé para az, hogy felpíkeljek arra a tankra,
ugye a KV2 lehet, hogy rám lett. Ugye pont megvan neki a szög ez. Illetve elég úgy tűnik, hogy az ellenséges T-67 az elment innen. Hát igen, KV2. Viszont ahogy elnézem, troll löveggel játsza a KV2-t, és meg nem várom, eddig elvi magát. Talán be tudjuk valamilyen szinten csapdázni. Ha, ahogy látom, erre számít. Abban bízom, hogy talán az a KV2 lőjegyet erre a Churchill 3-ra, és ha elütte magát, akkor rámehetünk. Hát igen, előre be kell ugye toronyra leállni. Brutálisan lassan forog a torony. És emlékszem, hogy valaha játszottam-e olyan tankkal, aminek a tornya ilyen lassan fordult volna. Ugye kevés a HP-m, tehát mindenképpen meg kell várni, meddig az ellenfél hibát követel, és azt követően tudok majd akciózni. Amúgy meg legtöbb játékos sem így fogja használni a B-42-t, be fognak hírobágnezni, és fogják lőni őket, de ezzel a könnyű tankkal megéri kicsit passzívabbnak maradni az elején. Aha. Az úgy már alakul. Igazából úgy kell betámadni a KV-ket, hogy ne figyeljen ránk. Az a baj, hiába zoomolok ki, nincsen rendes rálátásom erre a KV-2-re, egyszerűen nem látom, hogy pont merre felé figyel. Hát, ha elvinné magát. Oké. Okay. Elmejáték volt, tudom, hogy nem a legizgalmasabb, de ez egy elmejáték volt. Ráadásul innen rá kell majd látnom arra a TRMS 4-esre elét célzunk. És talán most? Ó, igen. Ó, igen. Szintén király célpont. Elintézték. Nem baj, ott a T-34 shielded. Kérdés, hogy vajon mennyire húzta vissza? Elnézem, nem annyira. Ezt elülhetjük. Talán a TRMS-nél shielded ugye a 76-nél is használja, pedig ilyen 100 sebzésért elülhetjük, ha beadja a játék. Oké. Okay. Nagyon-nagyon király eddig. Easy assist, easy life, baby. Na, és akkor mehetünk spotterkedni. Tulajdonképpen eddig kell várni. Körülbelül ilyen 7-8 tank marad, onnantól van mozgástered. Onnantól lehet használni a tank sebességét, átszázási értékét, látótávolságát. Ó, oh, micsoda spot, baby, micsoda spot. És nem spottoltak vissza. Ami azt jelenti... Itt még várunk. És elműszerjük a JGPZ4-et. Remek játék, chef. Igazán remek játék. Na mindegy, davaj, davaj. Mondtam nektek, hogy max ilyen 100-700 méterig a lövegpontosság, az még talán valamilyen szinten működőképes, a fölött elejtős, brutális mértékben. Wolverine 300 méter, Shorty
az elharcból klikk, kapta halt. Menjünk a Skodáért. Közelben kell lennie. Ott is van. Nem látom a háztól. Jobb oldalról flankeljük, ugye tornyot elég fordítjuk. A közelharcból. Jó, oké, akkor semmi. Ingerek elnézést, Wargaming. Elmattadom a seggéről. Hát igen, ez a löveg troll. Ez a löveg némiképpen trollna medálért. Ez a tank egyébként fán. Talán megér elegen márkolni. És ugye a legrosszabb esetben 7-es tankok ellen kell harcolnod. Szerintem ez a tank egyébként szórakoztató. Szerintem ez egy jó vétel. Nem olcsó, de amúgy egy király vétel. Az zászólásban jöhetnek a vélemények, meglátások. Ha tetszett a felvétel, egy lájkot mindenképpen jöttek rá. Én Chef voltam, én azt szépen köszöntöm a figyelmeteket, és tudjátok, hamarosan megint találkozunk, addig is sziasztok!